Mindennapi esetként indult a mentősöket és rendőröket is elborzasztó történet vasárnap éjjel. Bajba jutott férfi hívta ki a mentőket Kislángon. Ekkor még szokványosnak tűnt a telefonhívás az Aska állatmentőinek, sokszor hívják őket hasonló helyzetek miatt. A mentőktől kaptunk egy hívást, hogy segítsünk bejutni egy sérült emberhez, és amikor elindultunk, akkor egy teljesen szokványos helyzetre számítottunk, hogy védi a kutya a gazdáját. Az egy abszolút meglepő dolog volt, hogy milyen körülményeket találtunk, egy iszonyatosan elhanyagolt ház, amiben miután a sérültet, a súlyos sérültet elszállították, aki elesett ott, és nem tudott felállni. 6 kutyát találtunk a helyszínen. 5 kutya kórosan sovány volt, egy félhalott kis csivavát pedig betettek egy szatyorba, hogy majd kidobják. 5 szerencsére sikerült megmenteni. Az állatok körülbelül egy éve nem hagyták el a házat. A lakás körülményeit ennek megfelelően kell elképzelni, mondta híradónknak az Aska vezetője. Hozzátéve, hogy egy centiméternyi hely nem volt, ahol ne lett volna kutyaürülék. A kutyák körmeit sem gondozták, ettől alig tudtak járni. Ám más miatt is szenvedniük kellett az ott lévő állatoknak. A csivavától a border collie, itt a méretekre szeretnék rámutatni. Éltek ott állatok, természetes, hogy a legerősebb evett, az összes többi meg ugye nem tudott hozzáférni az élelemhez. Hát ugye az etetés is abból állt, hogy szét volt szakítva egy nagy zsák táp, aztán aki hozzáfért, aki nem. A helyszínen találtunk elhullott állatokat is, és egy fehérhasú sünikét is. Egy magyarabb 150 kilós ember volt, akinek a súlyos sérülései voltak ugye a testén hatalmas fekélyekkel. A házban lakó férfi szorult helyzete ellenére sokáig nem hívott segítséget, ami valószínűleg nem volt véletlen, hiszen azonosítása után kiderült, már korábbról körözik. A 48 éves férfi körözését a fővárosi törvényszék rendelte el, továbbá Székesfehérvári rendőrkapitányság állatkínzás büntet megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen. A kutyákat elszállították, és most már jó kezekben, felépülőben vannak az Aska menhelyen.